Az a lényeg, hogy megvan, na? Milyen hangja van, mi? Na most nem lett elő. Na szóval, van itt egy kis alaplapunk, illetve nem kicsi, hanem igenis komoly. És valahozzá egy északi hűtő, elvileg jó. Nem túlzott a nagy dolgot, nem mondanék te. Lehet, hogy egyáltalán nem jó. Ha sikerül, akkor sikerül, ha nem sikerül, ennek pont az ellenkezője fog történni, tehát nem fog sikerülni. Ez egy fő alkatrész, úgy hívják, hogy alaplap. És az alaplapon többféle alkatrész van. Vannak olyan nagyobb teljesítményű alkatrészek, amik ilyen extra hűtést igényelnek, még ennél valamivel szebbet, de ennél jobb most nekem nincsen. És itt van egy ilyen úgynevezett északi híd chip, és az északi híd chipje az erősebben szokott melegedni, de ezen nincsen hűtő. Úgyhogy szereztem egy olyat, ami majdnem jó, átalakítottam rajta ezt a lukat, ami itt van a tetején, meg az alján, hogy elvileg jó lesz, hát aztán most vagy jó, vagy nem, nem? Mit tudom én? Hoztam ilyen rögzítőket, ezek ilyen kicsi ilyen horgony vackok, így bele lehet szúrni, és akkor elvileg tart valamit. Ha meglátjuk. Szóval jó, hogy van. Persze teljesen fordítva kéne állnia itt mindennek, de nem fog fordítva állni, ezt már most lehet nyugodtan készpénznek venni. Szóval úgy van, hogy és vagy jó, vagy nem. De ahogy látom, egész jó lesz. Valamiért most ez nem olyan nagyon rettenet gáz. Le se tudom menni, jó van. Most mivel látom, hogy jó, azért le kell vennem. És ha már levettem, akkor be kell zsírozni, és utána lehet majd csak visszatenni. Milyen kis macerás facak meló ez. Szóval közeledik a nagy nap. Nagy nap, mit jelent, hogy nagy nap? Hát. Elég sokat gondolkoztam ezen, hogy egyáltalán megéri ezzel foglalkozni, hogy gépeket osztok, vagy ha nagyon nem. Mindenhonnan más választ jöttem. Én is más választ mondtam. Hát, nem tudom. Szóval közeledik az a rész, amikor a századik gépet fogom kiosztani. És azért az egy nagy dolog lesz. Tehát a századik gép az olyan erős lesz, ez egy könyvtárba fog elvileg bekerülni. Ez egy olyan jó kis erős gép lesz, hogy azon már nem a múltat fogják tanulni a gyerekek, mint az iskolában, ugye? Windows XP meg társai. Jó, anyám. Az is annyira értett a gépekhez, hogy jó, sehogy. Na szóval, jó kis erős gépet gondoltam én összepakolni, és a jó kis erős gépbe bizony jó erős kis videókártya lesz, itt van egy jó pár belőle, és lesz rajta kettő nagy monitor, hogy lássák már, hogy nem csak a múlt van a világon, hanem a jövő is. És van nekem egy ilyen kis fecskendőszerű vackom, amiben fülzsír van. Igen, ez a Bece neve. Ez nem fűzsír, hanem hővezető zsír. Csak úgy hívják, hogy fűzsír, aztán... Na mindegy, ez ilyen Bece név. Hogy beledobtam egyből, mi? Na, hát már profi vagyok. Néztem Michael Jordant a YouTube-on, és akkor én már bedobok mindent. Na. Szépen felrakjuk ezt a hüttyőt. Valahogy... Persze nem olyan bénám, mint az előbb, hanem most szakszerűen. És akkor az itt de jó. Kész. Rajta van a hűtő, ami
Elvileg majd sokat segít rajta. Gyakorlatilag meg a franc tudja. Úgyhogy arra gondoltam, hogy erre a hűtőre itt kéne majd tenni hűtőt, de nem is tudom. Az a bajom, hogy nekem túl nagy hűtőim vannak. Ezek a pici hűtők, amik nekem vannak, erre nem mennek rá. Szóval olyan pici hűtő, ami most nekem kéne. Itt van az egy kis hűtős dobozom. Ebben is látjátok elvileg, remélem. Csak nagy hűtő van. Szóval a kis hűtő nagyon nincsen. És igen, meg most pont egy átjel. Ah, mit találtam? Ez is nagy. A sarka kicsinek látszott. Nem mindegyik nagy, az összes. Inkább kipakolom ide, mert így is annyi van, hogy dolgoztam. Rengeteg hűtő van. Egyik ilyen, másik olyan. Állat! Na, tessék! És találtam egy ilyet. Igen. Ugye ez mennyivel kisebb, mint a nagy. Hát azért kicsi, nem? Na, én azt hittem, hogy ez már nekem nincsen, de szerencsére nekem ez van. Úgyhogy de jó. És valahogy azt kéne megcsinálnom, hogy ezt ide rakom, valahogy így. Így. És akkor de jó. Persze ez majd a jövő zenéje. Az a lényeg, hogy most már megvan a hűtő. Ezt elrakom, mert nem kell. Na. És akkor az lesz, hogy ott van hátul egy pár ilyen számítógépház, és akkor ezekbe a számítógépházakba, hogy az egyik beleteszem, és akkor de jó. Mert melyikbe az persze marhára nem fogom tudni, mindegy. Majd kiderül, nem tudom. Na jó. Szóval hello mindenkinek, mint ezt elvileg látjátok. Én vagyok a farkas. Még ezt ennyi videó után már azért csak illene látni. És ez itt, amit most láttok, az a 100. műhely videó. Azért ez nem semmi. 100-szor bekapcsolom ezt a hülye telefont, és beszélek neki egyedül. Király, nem? Mint látjátok most is, ilyen marhasok segítségem van. Se. De nem baj. De az a lényeg, ezt majd mindjárt berakjuk valamelyik komputerházba, hogy ne árválkodjon már mint egyedül. És ezekhez a gépekhez hasonlóan, amik itt vannak, őnek is már lesz helye. A tápja nem, de helye az már lesz. Mindegy, hát majd kerítünk hozzá tápot, vagy ilyesmi. Persze annyira nem tudjuk pontosan, de nagyon jó lesz ez. Van egy pár hiba. Rá vannak írva nekem egy jegyzetek, hogy melyik gépben mi az, ami még kéne. És nagyon van egy pár ilyen alkatrész, amely nagyon úgy nincsen. De hogy semennyire sem. Itt van egy másik, itt van még három, ott alul van még három. Ez így összesen 7 darab gép, meg 7 darab monitor ki tudnám használni, csak egyikből lesz hiányzik, a másikból meg persze pokolunk van, amaz. Úgyhogy de jó. Úgyhogy rövidesen berakom ezt, de nekem már nagyon nem lesz tápom, mi azt mondja, hogy ezeken a minden. Jaj. Nem ezt? Nem melyiket minisztelnek? Nem ezt? Mindegy. Most már nem vagyok fegyvertelen. Hoztam egy fegyvert. Ez egy nagyon régi valami előtöltő stukker, így be kell tárazni. Puff, és akkor lehet vele lőni. Na jó, persze nem, mert ez egy filsztól, egy vékony filsztól. De marha jó néz ki, nem? És így kell vele írni, hogy
Lehet tölteni, ilyen vicces dolog. Na szóval, kezdjük ezt a vaszkot. Na, szóval, mondom még egyszer, a terv az az, hogy itt van nekünk ez a jó erős gép, ami ott van hátul, és akkor abba lesz beletéve jó sok memória, jó erős videókártya, stb. Amennyire lehet az erős processzort igyekszem majd bele szerezni, és az lesz majd a százas gép. Mert az megmegy majd könyvtárban, meg ide, meg oda, meg pár helyre. Ezt én hogy utálom te? Nem is értettem én eddig se soha, hogy aminek ilyen kicsi, ilyen minimális teljesítményű gép. Egyáltalán miért kell föltenni a gép oldalát? Tehát én már ezzel résznyálat adok. És van ilyen légvezető cső, ez amit itt láttok, bogárvédelemmel, és én szerintem hülyeség. Semmi értem. Ide, ez így kerül majd föl a gép oldalára, és elvileg, persze rendkívül sok kivétel van, ide alá kerül a processzor. Tehát akkor ide ventilátort kéne tenni, nem ilyen csövet, nem? De a ventilátor is itt van, csak teljesen máshol. Itt. Tök jó, nem? Aha. Pont ott van, ahol ennek lennie kell. Nem biztos. Mindegy, ezeket szépen átrakosgatom. Legyen minden a helyén, majd. Persze. És ha már minden a helyén van, akkor kész a gép, nem? Szóval van benne egy ilyen ventilátor, ez egy soha nem működött, gyakorlatilag a gyári sorról frissen lejött ventilátor, teljesen szakszerű, három lábú dugóval, és megy a többihez. Ja? Abban az esetben, hogyha ide majd fölkerül, akkor majd egy olyan kerül ide föl, ami méretében ide passzol. Mert ugye az a ventilátor, az azért van ide téve, mert itt kicsi a hely, itt meg nagy a hely, és akkor az most nekik egy furcsa dolog, hogy a pici ventilátort kell a nagy helyre tenni, ilyen zavart okozott fölül a toronyba valahol. Na szóval, itt van a komputer, tele kevésbé szakszerűen berakott kábelekkel, most ebben nem menjünk bele. Ó, anyám, ez is szét van szedve. Hát mindegy. Ez a számítógép ház egy olyan típusú ház, hogy ez így billeg. Nagyon jó. Az egyik láb nem olyan, mint a másik három. Már tök jó, nem? Ez a láb, ez nem az ő lába. Mindegy, majd ezt mindjárt megjöjtöm. Tehát ezt az oldalát a háznak le lehet venni, de ezt a másik oldalát meg úgy, amúgy nem. Ezt a rögzítési módot, ezt úgy hívják, hogy pop szegecs. Azért van így összerakva, hogy ez végleges. Tehát ezt ne bontsa meg senki. A számítógép építésnél, amikor bekerül a fő alkatrész, tehát az alaplap, mögötte itt szépen úgy el lehetne hozni a kábeleket, hogy ez kulturáltan néz ki. De ebben az esetben olcsó háznak ugye híg a leve. Nagyon gáz. Szóval az a lényeg, hogy itt hátul szépen nem lehet kábeleket elvinni, mert úgy oldotta meg a gyártó, hogy ott hátul te ne vigyél semmit. Ez szó szerint a tucat számítógépeknek az egyik dicső példája. Celeronokat érdemes ilyen helyekre rakni, mert ilyen vacak házakban, ami ez, nagyobb teljesítményű gépet szerintem vétek rakni, tehát nem szabad. Ki kéne ütnöm belőle a lábát. És persze marhára nem fog menni. Van nekem egy ilyen készülékem, úgy hívják egy fogaró. És a fogóval a lábnak a felső részét össze tudom nyomni, és így elvileg ki tudom menni belőle a lábat. Ha akarja az a vacak, ha nem. És az egésznek az lesz a végeredménye, hogy hátul a két láb megvan, elől meg egy láb sincs. Kicsit fel, de ugyan, de nem billeg, tehát egyenes. És nyertünk
egy ilyen lábat, meg egy olyan lábat, majd valahol be lesz téve, ahol esetleg egyik sincs. Na! Helyezzük be ezt a vacskot. Na, szóval egész végig itt fogok tenni, venni, rakosgatni az egésznek, ami itt van. A francba kiveszem az egészet. Szóval ez a videó arról szólt nagyjából, hogy ezt a KT8-ast, KN8-ast, bocsánat, ezt a KN8-ast berakom ide, de egy pár dolog azért hiányzik belőle. Például nincsen Winchester, az adattároló, amire telepíteni tudnék, és a ilyen pár apróságok hiányoznak, már csinálok olyat, hogy leltár, de ezt a leltárt már csak akkor fogom megcsinálni, ha azok a gépek, amik itt vannak, eltűntek. Akkor majd csinálok egy, de hát addig minek? Na szóval, még egyszer, összefoglalva, ez a százas műhely, a századik kiadása a műhely videónak. Most kapcsolom be századszor a mobiltelefon műhely céljából, és beszélek neki egyedül. És van itt alul három számítógép, ha itt valamelyiket összetom hozni, akkor négy, de kellene pár alkatrész, hogy tudjak tovább haladni, ha egyáltalán akarok tovább haladni, tehát lehet az, hogy ezt a pár gépet kiosztom, megcsinálom a nagyot, a százas számítógépet, és akkor így vége. Aztán ugyanaz lesz itt, ami eddig is volt, ingyenes javítás, azt ennyi. Tehát komplett számítógépeket már nem fogok kiosztani, mert már nem kell senkinek. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége, a mozgáskorlátozottak, és egyiknek se kell. Tehát kicsit így most nehezebb. Úgyhogy akinek lesz számítógép, annak megcsinálom ingyen, akinek nincs, az vegye magának, ott van a Facebookon a Marketplace, illetve a piac, most nem tudom hirtelen, hogy hívják, és ott tényleg babér meg gombokért lehet kapni olyan számítógépet, ami az ötyög valahogy. Hát nem egyből a nagy rakétát kell venni, hanem valami olcsó vackot kell elképzelni. TV-je amúgy is van mindenkinek, az fogja, az ráköti a TV-re, az hello. Nem egy nagy kaland ez a dolog. Jó? Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a részt. Azoknak, akik adományoztak, illetve valamilyen módon segítettek, például az Ernő és az Ernő csapata, azoknak köszönöm szépen. Aki eddig csak nézett, miért nem az RTL klubot nézett? Nem semmi. Úgyhogy, szóval aki segített, annak köszönöm, aki nem segített, hát az eztán se fog. Úgyhogy mindenkinek hello, aztán legyetek rosszak. Az lesz a helyzet, hogy csinálom, rakjuk. Van készen három számítógép, mondjuk itt a negyedik, ez itt van fönn, most éppen tesztelés alatt van. Szóval a negyedik számítógép is kész van, van hozzá elvileg minden. Azonban videókártyából ezek az úgynevezett PCI Express csatoló felületű videópanelek, amiknek a monitor meghajtása és a számítógép egyes feladatainak elvégzése a célja. Ilyenből alig van. Na, van ilyen közepes videókártya, van ilyen közepes videókártya. Ezeknek azonban az a baja, hogy hátul úgynevezett táp bemenet szükséges, és azokon a tápokon, ami nekem van, ilyen kimenet meg nincsen. Szóval szükség volna ilyen videókártyára, amihez nem kell plusz tápbemenet, elég sokra, vagy olyan tápra, amin van úgynevezett plusz 6-os kimenet, ezt most szerintem meg is fogom tudni mutatni, mindjárt megtalálom, ez nem az, itt van, né? Ez az úgynevezett plusz 6-os csatoló, ez az, ami ugye a videókártyának a hátuljába bele megy. Tehát szükség lenne videókártyára, olyan tápokra, amik mindjárt megmagyarázom, milyen kell, mindegy. Van hátsó vágású videókártya, a hátsó vágás az azt jelenti, hogy az AGP sinen hátul van a vágás, jó? Van ebből kettő, van egy közepes és van egy ilyen óriási nagy.
Ezek a videókártyák, amik itt vannak, mind a két vágással rendek. Vagy ez hogy idegesít? Kicsit kihúzom a hangot, jó? Mert így talán valamivel könnyebb lesz majd a dolog. Szóval ezeken a videókártyákon, amit itt látunk, mind a kettő vágás szerepel, tehát az első is, meg a hátsó is. Érdemes utána nézni, melyik mit jelent. Na, most jön a lényeg. Monitorból ennyi van. Mögé mutatom, hogy lehessen látni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plusz ugye a tesztelő monitor, amin hang is van, és jelenleg itt a szélén itt valamiért nem akar képet adni úgy sehogy, majd ezt én megoldom. Na az a lényeg, hogy ott van három üres számítógépház, ez talán nem is számít háznak, mert ez katasztrófa. Mondjuk van kettő üres számítógépházam, és van négy olyan összerakott számítógép, ami hiányos. A hiányok a következők, kell egy olyan táp, ami rövid, és plusz 4 van rajta. A rövid és a hosszú között a különbség az azt jelenti, hogy az egyik táp gyártója az úgy oldotta meg, hogy van rövid táp, és adja hozzá a hosszabbítót, így, és akkor a kettőt összefogva így lesz úgynevezett hosszú. Igen, jól látjátok, itt nincsen benne dugó, ezt majd megoldom később valahogy. Na, most ott tartunk, hogy kellene olyan, ami rövid, és van hozzá plusz 4. Aztán, ez volt ugye a bal felső. A bal alsóhoz Winchester kéne, tehát 32-es telepítés kellene hozzá, nincsen vinyó. Ehhez kellene 32-es, bocsánat, expresses videókártya, és egy 64-es SATA. Aztán ehhez is videókártya kellene. Ez tényleg nincs. Szóval ezek így kicsit hiányosak. Jó, úgyhogy majd ezt a dolgot így átnézem. Ezeket a tápokat, amik itt vannak, nem fogom tudni betenni, mert egyik másik nem mindig akar működni. Még kérdőjelet ugyan nem kaptak, de majd fognak, szóval nem tökéletes a helyzet. Ezek a videókártyák ugyan jók, de kellene hozzá egy normálisabb táp. Azt hiszem itt a tesztelésbe is fejezhetjük, úgyhogy van már összesen 4 számítógép, amit ki lehet osztani. Aztán majd utána megyünk tovább. Más dolog elvileg van. Tehát a vinyóból van egy 32-es tesztelőm, amin egy bát szektor van, meg van egy 64-es tesztelőm, és így ennyi. Nincs több, elfogyott. Itt van egy pár DVD olvasó, egyik jó, másik nem, ezt még nem írtam ki. Itt van dugóhibás, mit tudom én, ott majd megoldom, itt a nagymester, igen. Bizony, van itt egy pár érdekesek. Na, úgyhogy ennyi volt az egész videó, és köszönöm, hogy megnéztétek. Van egy pár apróság, ami elférne. Aztán majd megyünk újra gépet osztani.